Akvon. Sportosat. Ahogy megszokták, a hétvégi galopi sügető futam előtt egy kis gondolatcserét vártunk itt, hogy mi is volt az elmúlt hétvégén. Leginkább én most arra vagyok kíváncsi, hogy a Kállai díjon mi volt, ki nyert, hiszen egy nagyon híres zsokéról elnevezett futamról beszélünk. Hogy sikerült a Kállai díj? Némi meglepetéssel zárult a 2015-ös Kállai Pál emlékverseny budapesti díj. Azt kell tudni erről a futamról, hogy ez egy 1400 méteres, annak idején egy kísérleti versenynek kitalált futam, vagyis több évjáratot össze tud hasonlítani, középtávon, 1400 méteres távon. Ez azt jelenti, hogy minden korcsoport egyforma súlyt visz, minden évjárat a korteher táblázatnak megfelelően. Tehát itt általában mindig a legjobb ló győz, hiszen itt nem adnak egymásnak különböző plusz súlyokat. A versenyben egyébként az osztrák Cvegát győzött, aki egy fölszálló ágban lévő ló, és azt a Silent Blessinget tudta megverni, ami szerintem az év egyik nagy meglepetése, aki az elmúlt két évben nem kapott ki ezen a távon. Tehát Silent Blessing 1400 és 1600 méteren a régió egyik legjobb lova, nem csak a pálya a legjobb lova, most azonban elkapta egy osztrák ló. A Palira visszatérve, ugye Kállai Pára emlékezünk most már lassan egy évtizede, nagyon rohan az idő. Igen. Minden idők egyik legjobb magyar zsokéja, a mi korosztályunk azt mondja, hogy a legjobb magyar zsoké, persze ezzel szerencsére lehet vitatkozni, mert voltak nagy nevek, például Janek Géz, aki Angliában volt eredményes korábban. Tehát Kállai Palira emlékeztünk, aki 70-es éveiben is korát meghazudtolva verte a fiatalokat, egy kiváló sportember volt, egy igazi példakép, és hát ilyenkor bizony nagyon szomorkás a hangulat a parkban, mert Pali nagyon-nagyon hiányzik mindenkinek. Volt egy egyéni stílusa, ami utánozhatatlan volt. Sajnos utánozhatatlan volt, életében egy nagy legenda volt, és hát az az életfelfogás, az az életszemlélet, az, igen, a filozófia, ahogy ő élt, és ahogy vallott az életről, az egészen félelmetes volt, és követendő. Meg van már a Kállai Pál utódja, vagy még várni kell hosszú-hosszú éveket? Hát reméljük, hogy hasonló képességű lovasok már megszülettek, és már bontogatják a szárnyaikat, de szerintem Palinak nem lesz utána. Tehát szerintem senkire sem szabad rárakni azt a terhet, hogy Kállai utódja, és hát szerintem Pali is megismételhetetlen és utánozhatatlan. Tehát egy olyan sportember, aki 14 éves korától gyakorlatilag haláláig a sporttal, ezzel a komoly fizikai sporttal foglalkozik, olyan nem fog születni. Mi lesz hétvégén? Hétvégén is folytatódik a nagy versenyek sorozata. Marad a szokásos koreográfia, szombaton ügető, vasárnap galop? Szombaton ügető, vasárnap galop, a szombat egy kicsit csendesebb lesz. Vasárnap egy újabb nagy díjat futnak majd a galoppon, ez a két évesek kritériuma lesz, ahol a legfiatalabb évjárat már 1600 méteren áll starthoz. Ez mit jelent? Mit tudnak felmérni a tulajdonosok ezen a távon, ezen a versenyen? A tulajdonosok azt tudják megnézni, hogy túl vagyunk egy nagy kanca versenyen, a Gróf Kári Gyula emlékversenyen, meg egy nagy mének és kancák által futott versenyen, a Szent László díjon, ez a legfontosabb verseny, ahol egyforma súlyt vittek a telivérek, most pedig a korábbi nyereményeik után plusz terheket kapnak azok a lovak, akiket itt elindítanak. Uh-huh. Tehát a Szent László díj győztese itt is starthoz fog állni a tervek szerint, Jack the Giant. Most 3 kg-mal több súlyt visz, mint mondjuk a nála eddig kevesebb eredményt elért, de jó képességű telivér. Tehát most a két esélyes ló között lesz 3 kg differencia, és ez ilyen szempontból érdekessé teszi a versenyt. Tehát megy Jack the Giant, visz 3 kilóval többet, ez 3 host jelent a többiekkel szemben. Más izgalmasabb verseny? Az öregeknek is lesz egy jó futama majd a köztársasági díj, ami hagyományosan kerül megrendezésre ilyenkor a október közepén, október második felén. Itt várhatunk még szép, érdekes küzdelmet, és hát majd az ügetőn 2 hét múlva rendezik a köztársasági díjat, ami hagyományosan egy nagyon izgalmas verseny, mert ott hosszú távon mérkőznek meg az ügetők egymással, és külföldről is szoktak érkezni. A táv mekkora most ott azon az ügető? Ügetőn 2500 méter lesz majd a köztársasági díj távja, tehát az egy klasszikus hosszú távú verseny lesz majd a részükre.
De most egy csendesebb, de reméljük, hogy izgalmas ügető lesz szombaton, vasárnap pedig jön a két évesek kritériuma. Most arra, hogy nyugodtan rákészülhetnek a Jobbik lovaikkal, ugye? Akkor a hajtók, a tulajdonosok, az ügetősök. Hát valóban azoknak a lovaknak, akiknek van esélye, azok már gyakorlatilag hetek óta erre a versenyre készülnek. Ha az ügetőt nézzük, akkor van a köztársasági díj, ami ilyen érdekes és izgalmas lehet, és szerintem mindig, ami nagyon jó, az novemberben a Ménesek díja, amelyben a 3 évesek, a 4 évesek és az öregebb lovak állnak starthoz, és itt a korosztályok megkapják a maguk kortér hátrányát, tehát ez egy nagyon érdekes, izgalmas évjárat összehasonlító verseny, és hát ne feledjük, hogy néhány hónap is itt lesz az ügető széleszter is. Éppen ezért utolsó kérdésként, hogy áll a Jockeyk versenye? Mert annó nagyon figyelte a szakma, nagy versenyek voltak például Varga, Kovácsanyi között, csak úgy hirtelen ugye a közelmúltból említsek duót. Most mi a helyzet? Mennyire éles a harc a Jockeyk között? Az elmúlt 15 év szerintem legizgalmasabb küzdelme van. Általában úgy küzdöttek a lovasok, hogy évvégére ketten voltak, és ők küzdöttek a champion címért. Most gyakorlatilag 5-6 lovas is megnyerheti a versenyt. Például Jaroszláv Linek Szlovákiából, Urán Mesetovics áll nagyon jó pozícióban, aki nem minden nap verseny, nem minden nap tud lovagolni nálunk. Eznek ilyen szempontból hátrány, de ugyanezt mondhatja el magáról Linek. És hát az itthoni lovasok közül Fézer Robert, aki szerintem az év legnagyobb kellemes meglepetése, ő simán champion lehet, de nem lehet leírni ifjabb Kozma Istvánt sem, aki folyamatosan jól teljesít, és hát Stanislav Georgiev is ott van nagyon közel néhány győzelemre a többiektől, és matematikailag szerintem még Kerekes Károly a címvédő is beleszólhat ebbe a küzdelembe. És ők is ott lesztek most is hétvégén is. A tervek szerint sokan jönnek közülük, igen. Akkor most nézzük meg, mi volt az elmúlt hétvégén, milyen ügető és galop futamok voltak. Startan az a nap első futam a 2015-ös Amatőr Kupa Handicap újabb állomása. Összességében egészen jól indult a mezőn, talán Ruby Leaves lassabb egy kicsit a többiekhez képest. Rubino Timi egyelőre a far is tudja ezt őrizni. Olisan kezdett még jól, és Montgomery van talpon nagyon-nagyon hamar. Ők hárman alkotják a közvetlen élmezőn. Kisasszony látom ott közvetlen az üldözőboly élén, sőt kisasszony ment fél a Montgomery mellé a falon, és próbálott feljönni a harmadik helyre. Mögöttük Old Shatterhand önmagához képest jó startot véve, majd Oscar Wilde és Nikon Olovak további sorrendje a folytatásban Nemzetes úr és Ruby Reeves következik. Poétának voltak komoly gondjai, és ő az, aki némi meglepetése elsőként esett ki a versenyből. Rubino Tim, aki legutóbb nagyon nagy időt futott, egyelőre most is erősnek tűnik, és előnyét lassacskán 10 méteresre is hízlalta, amikor nagyjából 1300 méter van még hátra a futamból. Mögötte Olisan továbbra is a második pozícióban versenyez, jön feljebb Old Shatterhand, ott van Montgomery, ott van Kisasszony, majd Oscar Wilde, illetve Ruby Reeves a lovak további sorrendje, Nemzetes úr, Nikon, illetve Nelly Gull zárják a sort, Poéta pedig már diszkvalifikálva, leszakadva versenyez, amikor az újabb kanyarhoz ér a mezőny, és nincs változás, továbbra is diktálja a tempót a Rubino Team, előnye azonban egy kicsit megcsappanni látszik, most már csak ilyen 3-4-5 hosszas Olisannal szemben. Old Shatterhand továbbra is ott üget az üldözőboly élén, Kisasszonnyal egyetemben, majd Montgomery és Oscar Wilde következik, Ruby Reeves Nemzetes úr, a folyamatosan visszafelé csúszó Nikon, és talán Nelly Gull még a zárkózás reményével, amikor a túlsó oldalon a mezőny, és megint egy picit meghúzni látszik Rubino Team, előnyét növelte, de jönnek majd ellen a támadások, Old Shatterhand indul el nagy lendületen, Ruby Reeves egyébként a mezőny végéről, aki szintén megnyitott egy meglehetősen hosszú hajrát, és próbál zárkózni. A frontban azonban még mindig a Rubino Team mögötte, most már Old Shatterhand, a második Olisan a falon még jól tartja magát, majd Kisasszony, Oscar Wilde, a Ruby Reeves a lovak további sorrendje, Montgomery is úgy tűnik, hogy kezd elkészülni az erejével, Nelly Gull az, aki még a mezőny legvégéről megpróbál elindulni. Jön az utolsó 500 méter, Rubino Team még mindig vezet, és még mindig legalább 10 méteres az előnye az üldözőkkel szemben, a második helyen Old Shatterhand bent a falon pedig még mindig Olisan tartja magát jól, jön Kisasszony, jön Oscar Wilde, jön kívül Ruby Reeves, Nelly Gull, Nemzetes úr, mind-mind ott vannak, de nagyon úgy tűnik, hogy csak a helyezéseket fognak küzdeni, mert Rubino Team csak sétál az élen, és mindig legalább 15, de talán most már 20 méterrel vezet, nem nagyon fogják megverni Rubino Teamet, ha csak nem történik vele valami az utolsó 100 méteren, hatalmas csata alakul ki a helyezésekért, Old Shatterhand bontakozik ki, jönnek azért Rubino Teamre nagyon-nagyon, aki fárad a végén, de már csak 20 méter van hátra, Rubino Team teljesen megáll, de haza fog még így is élni, Rubino Team megnyeri a futamot. Oscar Wilde a második, harmadik lesz Old Shatterhand, majd jön Ruby Reeves, illetve Olisan. Start!
start. Ez a nap ötödik futam az amatőr verseny díj, és Letit Be T-en kezdett nagyon-nagyon jól, legutóbb Bécsben is remek versenyt futott, ezúttal is élre tud állni, és diktálja a tempót. Mögötte Top Model, illetve az egyik favorit Sensation, Utrio D'Amour, illetve Jubilee Hátalovak további sor. Egy a Suttogó kezdete kicsit gyengébben, de ő sincs kiszakadva, ő zárja egyelőre a sort, a vezető Letit Be T-től nagyjából egy jó 20 méterre. Egyébként ott a sor végén még rajta kívül Red Bull színei látszanak. Az első egyenesre fordulva, Letit Be T-en továbbra is diktálja a tempót, mellette ott van Sensation, bent a falon Top Model, Utrio D'Amour, Jubilee, hát Suttogó, illetve Red Bull a lovak további sorrendje. Mindenki versenyben van még, bő 1200 méter van hátra az amatőr versenyből, és jó, egy hosszal vezet továbbra is Letit Be T-en, mögött érkezik Sensation, Top Model, Utrio D'Amour, aztán Jubilee, hát Red Bull pedig a sor végén. Letit Be T-en vezeti tehát a kismezőnyt, a kismezőny azonban nagyon egy bolyban halad, gyakorlatilag az első és az utolsó között alig van egy 7-8-hoz különbség. A vezető Letit Be T-en mellé megpróbál fölmenni most Sensation, aztán ott láthatjuk a falon Top Modelt, Top Model mellett pedig Utrio D'Amour üget, őket Jubilee hát, illetőleg Suttogó kettőse követi, a mezőny végén pedig egyelőre még mindig Red Bull színei látszanak. Vezet Letit Be T-en, hajtója folyamatosan ösztökéli, próbálja vele tartani a vezető pozíciót, de nagyon közel vannak hozzá a többiek, és most a pillanatban robbantott Suttogó, illetőleg Sensation, ők támadják a vezető lovat, úgy tűnik, hogy Sensation el tud mellettük menni, és kívülről Suttogó is nagyon jó helyzetben van. Igen, most már az utolsó 500 méter a falon, még mindig Letit Be T-en hősiesen próbálja tartani pozíciát, mellette Sensation, kívül pedig Suttogó, az üldözőből is közel van Top Model, Utrio D'Amour, zárkózóban Red Bull, a sor végén pedig Jubilee, hát kiszáll a versenyből. Jön most már az utolsó 300 méter, és még mindig Letit Be T-en a falon az, aki vezet mögött, a Top Model jön nagyon-nagyon jól, ez némi meglepetés, Sensation, Suttogó, Utrio D'Amour közel vannak 5-6-an egymáshoz, az utolsó 150 méteren belül Letit Be T-en kívülről Suttogó jön nagyon-nagyon jól, ő fogja megnyerni, hogyha nem hibázik, talán ezt a versenyt Sensation veszi fel vele a harcot, érte bent a falon Letit Be T-en, de középen Suttogó erősebbnek tűnik mindenkinél, és nyeri a futamot Suttogó, Letit Be T-en, Top Model van nagyon-nagyon jó, lehet, hogy ő lesz majd a harmadik, közel volt kívül Red Bull, és közel volt nagyon Sensation is. Start ez a magyar-svéd amatőr találkozó második felvonása, Sergár galoppozgatott a második sorból, a többiekkel viszont nem volt probléma, Penelope Jett az, aki nagyon-nagyon jól kezdett és elmegy vezetni, illetve a játékosok kedvence, meglehetősen közepes tartót tudott csak venni, és visszaveszi hajtója oda a közép mezőny, hát második felébe. A vezető lovagot Milli Nevit látom, illetve Lucky Luke kezdett szenzációsan jól, ott van a harmadik hely környékén Keeper, illetve Lear Király a lovak további sorrendje, Sergárja folyamatosan galoppozik, a sor végén a gyengénben kezdő Sun City, illetve előtte Reménység színei tűnnek fel. Az első egyenesre fordul a mezőny, és az egyetlen galoppozó Sergáron kívül nagyon szépen együtt az egész társaság, Penelope Jett változatlanul az élen van és diktálja a tempót, Lucky Luke van mögötte, bent a falon pedig Milli Nevi, kívülről Lear Király, egészen kívül pedig Reménység az, aki megindul nagy lendülettel, tehát a pálya közepén teszi meg, hogy kiszorul egészen a harmadik spúrig. Vezet Penelope Jett, Penelope Jett nagyon jó iramot diktál, és azt látjuk, hogy ő hozza a lovakat a második kanyarba, de mögötte, mellette ott nagyon jó pozícióban van Lucky Luke is, és kívülről harmadik pozícióban, harmadik spúrban próbál meg előrébb menni Reménység, hát könnyen lehet, hogy ez majd neki a későbbiekben vissza fog ütni. Bent a falon viszont a vezető ló mögött ott üget Milli Nevi, Milli Nevit pedig követi Keeper ebben a pillanatban, illetőleg Keeper mellett Lear Király van még kiváló pozícióban, de a mezőny közepén közel az élbolyhoz olajfás színei is feltűnnek. Vezet azonban továbbra is Penelope Jett, Penelope Jett vezet a túlsó egyenesben, többen közelítenek hozzá, vélhetőleg a utolsó kanyarban több támadás is elindul majd a vezetőló ellen, elsősorban úgy fest, hogy Lucky Luck lehet az, aki elsőként megtámadja őt. Nagyon izgalmas finise van, kilátás, Reménység megy visszafelé, Lucky Luke viszont megtámadja a vezetőlovat, és el is fog azt gondolom menni mellett a falról, most jön ki Milli Nevi a háttérből, Mariskával indulnak el, Lear Király közel van, nagyon-nagyon kívül tud csak elindulni, óriásit kell kerülnie, ennek azért nem biztos, hogy győzelmet
vége. Lucky Luke az, aki a befutóra fordulva átveszi most már a vezetést. Milli Nevi az, aki megtámadhatja. Lucky Luke, Milli Nevi, Mariska egyelőre az első három helyen, amikor 100 méter van még hátra. Lucky Luke a falon védekezik, középen Milli Nevi elmegy mellette, Mariska is támad nagy lendülettel, Keeper is elindul az utolsó 100 méteren. Ott középen Milli Nevi még vezet, azonban jön Mariska lépésről lépésre. Mariska gyeri a versenysvéd győzelem. Mögött a második hely Milli Nevi, olajfásod, aki a végén rettenetesen elindul. Az utolsó 100 méteren pedig úgy látom, hogy ott Lucky Luke, illetve Keeper összeakadtak. Start, neki vágott a 9 telivér az 1200 méteres távnak, és azt láthatjuk, hogy Baltimore egy kicsit külön versenyt fut, aki nagyon jól elől van. Az My Luck vett jó startot, illetőleg ott látjuk Dark Demont is most már a közvetlen élmezőnyben, és még aki jól van, jól fut, Vegas Hope is nagyon jól kapott csatlakozást, de együtt van az egész csapat. Itt, akit látunk, az Magic de Paris diktálja az iramot, Magic de Paris az élen jár Dark Demonnal egyetemben, és közel van még Spider Girl is, illetőleg Mea Culpa, aki vezet, az Magic de Paris mellett Dark Demon, majd jön Mea Culpa, ők alkotják az élcsoportot, de jól elől van még a My Luck is, illetőleg Spider Girl az ötödik helyen, az ötödik pozícióban galopozik. Magic de Paris vezet, Magic de Paris az élen van, egy kicsit, mint hogyha Mea Culpa visszaesni látszana, Dark Demon sem tud eléggé jönni, talán úgy fest, hogy Magic de Paris megnyerheti ezt a versenyt élete első futására. Magic de Paris vezet, Magic de Paris későn indult meg, Vegas Hope, és lett végül második. Magic de Paris, tehát élete első futását győzelemmé váltotta. Ebben a pillanatban elindult a Kőbányai díj mezőny, egy harmadik kategóriás verseny, 2000 méterre, és nagyon jól indult el Team Twister, illetőleg mellette ott látható Kaffi Gold is, de úgy tűnik, hogy Team Twister erősebb, és az ére tud menni. Aztán követi őket Laguna, tehát a harmadik, negyedik ebben a pillanatban, és azt látjuk, hogy nagyon meggyőzően vezet Team Twister Jaroslav Linekkel a nyeregben, és egy olyan jó három hosszal elment a többiektől, elköszönt a többiektől, majd jön mögötte Kaffi Gold, illetőleg tízesen Niketas tűnik föl. Niketas mellett bent a falon Laguna őrzi jó pozícióját a verseny ezen szakaszában. Love Story-val is igyekszik följebb lovasnője, azonban egyelőre csak az utolsó előtti pozíció az övé, a mezőny végén pedig Lady Kate színei látszanak. Nagyon-nagyon komoly tempóval indult Team Twister, ez pedig azt eredményezi, hogy most már egy olyan jó 8 hosszal elköszönt a mezőnytől, melynek az üldözőboly élén ott látható Niketas most már tisztán a második helyen, Niketas mögött pedig Stern Deuter, illetőleg Laguna, de Laguna most már mint hogyha egy kicsit elkezdene visszafele menni, Lady Kate azonban kibontakozik, és ott galoppozik Love Story-val fejt az ötödik, hatodik helyen. Team Twister még mindig vezet, Team Twister jár elől, őt követi Niketas, illetőleg Stern Deuter, kívül Lady Kate próbál meg rohamozni, és még mindig az élbolyban látható Laguna vezet továbbra is Team Twister, Team Twisterhez azonban közelít Niketas. Niketas talán utol is éri, e pillanatban meg is előzte, most már Niketas jár elől, és kibontakozott Love Story is, Love Story nagyon komoly iramban közelít a vezető ló felé, ebben a pillanatban megvált lovasától az eddig vezető Niketas, most már az élen van, Love Story vezet, Lady Kate lehet a második, Love Story meg fogja nyerni ezt a versenyt, Love Story könnyedén nyer, második lesz Lady Kate. És ebben a pillanatban neki is vágott a mezőny, ott egy icike-picike lögdösödés is volt rögtön a start után. Aki élre megy, az Pergő Tűz, illetőleg Pergő Tűz mellett ott galoppozik Álom Hercegnő, napos bent a falon a második, harmadik pozícióban, majd viszonylag közel van Aula is, de nagyon-nagyon együtt az egész mezőny, ez elmondható, hogy rendkívül tömör bolyban haladnak, és csak most kezd el behúzni például a barrier mellé Tropical Merunnal lovasa, Jaros
Jaroszláv Linek, és most rendeződnek igazán napos fejfejt vezet, pergő tűzzel követi őket, Álom Hercegnő legkívül, Aula színei tűnnek föl, Mirákulum is a középmezőnyben galoppozik, Tropical Maroon az utolsó előtti pozícióban per pillanat, illetőleg Timike az, aki zárja a sort, aki zárja ezt a nagyon együtt galoppozó csapatot. Most élen van napos előnye, egy olyan jó egyhosszra tehető pergő tűzzel szemben, aztán következik három telivér bent a falon, hetessel Mirákulum mellett Álom Hercegnő, illetőleg Aula egy kicsit most javított is pozícióján, és fölmegy tisztán harmadiknak, a mezőny végén pedig ebben a pillanatban Tropical Maroon, azonban egyáltalán nincs messze a vezető lótól. Napos vezet, napos mögött továbbra is pergő tűz tartja pozícióját, harmadik Aula, aztán jön a favorit Mirákulumot Álom Hercegnő követi, Álom Hercegnő mellett Timike színei tűnnek föl, és még egyelőre mindig Tropical Maroon az utolsó, de most már elindul bent a falon, a hónuk alatt búvik ki, és most már a negyedik, ötödik helyen e pillanatban továbbra is a napos vezet Suták csengével, napos hozza véletőleg a befutóra a lovakat, nagyon jól helyezkedik ott bent a falon Mirákulum, pergő tűz is jól van versenyben, és Aulát is hozza lovasa, míg Tropical Maroon is most már elindul fölfele, jelen pillanatban a negyedik helyen, 400-al a cél előtt, a napos lovas nélkül Suták csenge hátranézett, hogy jön-e támadás, mi az, hogy jön támadás, Mirákulum indítja meg az elsőt, és hátulról pergő tűz is kibontakozni látszik. Most már az élen van Mirákulum. Mirákulum véletőleg megnyeri ezt a futamot, de hátulról elindította Tropical Maroon is a támadást, és pergő tűzben is van még talán némi erő. A második helyre talán megnyerte a futamot végül Mirákulum, mögötte Tropical Maroon ért be másodikként a célba, és jött pergő tűz. Elindult a verseny, egy kicsit nehezen kapott lábra, nagyon jól jött el viszont Cassiopeia-nál is, azonban úgy fest, hogy jobban elindult Bóbita vezet, azonban ott van mellette nagyon jó helyzetben a kívül galoppozó Genesis, illetőleg azt láthatjuk, hogy két ló kivételével nagyon jól megy az egész mezőny, nagyon jól galoppoznak az élen továbbra is, Cassiopeia az, aki itt a fal vezetni tud, Cassiopeia diktálja tehát az iramot. Genesis pillanatban a negyedik pozícióban galoppozik, és úgy fest, hogy Gyöngyös Szépe is elindul, zárkózik itt bent a barrieren, most már a negyedik pozíció az övé, Mondóka mellett galoppozik ő, és Bötis Dream is megindult fölfele, csak úgy, mint Téno. Továbbra is vezet azonban Cassiopeia van elől, Parsec kívülről megy föl mellé, illetőleg ott van Gyöngyös Szépe és az élbolyban Genesis is, és itt kívülről elég nagy lendülettel megindulni látszik Bötis Dream is, Mondókát, mert egy kicsit kézzel lovagolnia kell lovasának, nagyon izgalmas versenyre van kilátás, nagyon tömören együtt haladnak a lovak, az élen Parsec vezet, Parseket kívülről támadja Bötis Dream nagyon könnyen jön, Cassiopeia is még a frontban, illetőleg Gyöngyös Szépe is kibontakozni látszik, most már aki vezet az Bötis Dream jár elől, azonban egyre jobban belelendülni látszik Gyöngyös Szépe. Gyöngyös Szépével szép lassan föllovagol a vezető ló mellé. Zdenko Smida azonban hűségesen védekezik Bötis Dream, és Bötis Dream végül megnyeri a versenyt. Megelőzi Gyöngyös Szépét, és harmadiknak végül Parsec érkezik be. Start! Ebben a pillanatban elindult a 2010